Kellemes szép estét kívánok mindenkinek, köszöntöm a lelátó nézőit. Csupa jó hírről lesz szó a mai sportmagazinban. Pályán belül és azon kívül is értek el sikereket a bajai sportolók, illetve sportvezetők. Ezekről egyaránt beszámolunk a mai lelátóban. Nem is húzom tovább az időt, jöjjenek a részletek! Kezdjük is mindjárt egy igazi nagy örömhírrel. 7 év kecskeméti vendégjátékot követően hazatér Bajára, és a Bácska együttesében folytatja kosárlabda pályafutását Pongó Martin. A váltás okairól beszélgetünk Martinnal, valamint Hosszú Istvánnal, a Bácska elnökével. Köszöntelek titeket! Alaposan meglepted a bajai sportbarátokat, és hál' Istennek pozitív módon sikerült ez a meglepetés. Hogyan jött a lehetőség, hogy hazatérj? Hát örülök neki, hogy akkor pozitívan tudtam meglepni őket. Igazából régóta gondolkoztam már rajta, meg beszélgettünk a Pistivel is erről, de különböző okok miatt az így elhúzódott idáig. De én örülök, hogy azért sikerült nyílve jutni az üzletet, és már ebbe a szezonba tudok csatlakozni a csapathoz. Itt azért, ugye ezt elmondanám, hogy a civil életem szempontjából is fontos volt ez a döntés, vagy hogy tehát azért is jöttem haza, a szem előtt tartva, illetve mellett a kosár csapatnál azért próbálunk minél jobb eredményeket elérni. Hogyan fogadták a váltás hírét Kecskeméten? Szerettek téged a megyeszékhelyen? Szerettek, igen. Nehezen is akartak elengedni. Tehát nyilván ők is azért szezon közben nem szívesen engednek el játékos, nem biztos, hogy tudják pótolni, de korrektül álltak a dologhoz, és azért aránylag gyorsan lezavartuk ezt a szerződés megszüntetést, de nem voltak felhőtlenül boldogok azért nyilván. Azt elhiszem, viszont a bajai vezetés felhőtlenül boldog lehetett. Azt gondolom, hogy az elmúlt egy-két év nem a sikerekről szólt a Bácska házatáján. Fontos lökés lehet ez a Bácska életében, Martin hazatérése. Remélem, hogy így is lesz, és természetesen, hogy ez nem csak úgymond maga a játékban jelentkezhet, én azt gondolom, hogy talán a többi játékos fejében is egy pozitív lökés, mert nyilván, hogy azért szeretnénk mi fölfelé elindulni, mint ahogy egy-két körülöttünk zajló esemény is ezt bizonyítja, hogy a csarnoképítésre is gondolok. A Martinon azt gondolom, hogy rengeteget erősödünk, nem csak a támadásban, a védekezésben is rengeteget tud segíteni nekünk. Ő azért egy más kávéházból jött, tehát egy nagyobb sebességgel játszó bajnokságból. Én nagyon bízom benne, hogy ezt itt nagyon jó fogja tudni kamatoztatni, és rengeteget segít a csapatom. Martin is elmondta, és kosárlabda berkeken belül már hallani lehetett korábban is, hogy egy régebb óta húzódó ügy végére került most pont. Kitartóak voltatok? Igen, de hozzáteszem, hogy ahogy az előbb a Martin is említette, hogy az egyezkedés közben én szerintem teljesen korrekt volt a Kecskemét. Nyilván, hogy 7 évet lehúzott becsülettel csinálta a dolgát Kecskeméten, talán ezt is szem előtt tartva, meg amit az előbb említett még a Martin, hogy a magánéleti helyzet is úgy hozta, hogy ő neki jobb, hogyha most Baján lesz, amit mi kitörő örömmel fogadtunk, és nagyon örültünk, hogy mellette vállalja azt, hogy segíti a csapatunkat. Válogatott kerettagságig jutott, tehát több mint 100 NB1-es mérkőzés van a hátad mögött A csoportban. Nem lehetett könnyű döntés szakmailag, hogy gyakorlatilag a két osztállyal lejjebb az NB1-B zöldben pattogtassál most. Ez mekkora fejtörést okozott? Nem volt könnyű döntés, meg inkább váratlan. Tehát azért nem egy ilyen bevett szokás nyilván, hogy 25 évesen valaki így döntsön. Hát törtem a fejemet rajta tényleg, hogy minden szempontból megérje, de a végére egyértelműen úgy jött ki, hogy ez lesz a jó döntés nekem hosszú távon mindenféleképpen, tehát minden aggályom elhárult előle. Hát a szakmai szempontokból pedig hát nyilván most ugye ez gyengébb bajnokság, de hát az a cél, hogy oda jusson a Baja is, ahol a Kecskemét is van előbb-utóbb. Egy Pongó Kecskeméten maradt, az Öcsit nem lehetett magaddal hozni? Őt nem lehetett meggyőzni, ő még kitartott Kecskeméten. Azért egyet ott kellett hagyni. Lehet ez is az alkú része volt, hogy egy ott maradjon. Viszont ismerős közegbe csöppentél itt is, nem kell bemutatkoznod az öltözőben. Nem, tehát így ismerem a játékosokat nyilván. Ráadásul ugye Kovács Barnabásra pont Kecskeméten játszottam együtt, őt is ismerem. Nem hiszem, hogy nagyon nehéz lesz beilleszkednem. Nyilván fel kell vennem a csapat ritmusát, játékstílusát, de biztos, hogy menni fog. Pisti, korábban többször bosszankodtunk idézőjelesen, hogy meghatározó játékosok távoznak tovább tanulás vagy átcsoportos szereplés miatt a Bajai Bácska együtteséből, és ez miatt gyengültünk, azért a bumerang visszafelé is tud röpülni.
Hát igen, sokszor szoktuk azt mondani, hogy nem vesz, hogyha elmennek, csak jöjjenek vissza. Na most jelen esetben szerencsésen alakult, hogy a Martin visszajött, és reméljük, hogy nem ő az egyetlen fecske, és úgymond ez majd folytatódik, mint ahogy az előbb a Martin említette, hogy nyilván, hogy azért távlati célok azok is, hogy itt a baji játékosokat előbb-utóbb vissza tudjuk csalni Bajára, és hasonlóan jó hangulatú NB1-ás csoportos mérkőzések legyenek majd a városban, mint a 80-as években. Azt gondolom, hogy Martin nem ijed meg a feladattól, de rögtön a mély vízbe kerül vasárnap a bajnoki éllovas Budafok. Látogat az MNLMK sportcsarnokába. Martin hazatérését is figyelembe véve, milyen reményekkel vágunk neki? Most nem kisebbíteni a Martin érdemeit. Én azt gondolom, hogy ha még ő nem jött vissza, akkor is hazai pályán illik velük egy nagyon jó meccset játszani. Néztem én elég sok mérkőzésüket, mert szerencsére fönn van az MKOS honlapján a bajnoki mérkőzések. Én azt gondolom, hogy még talán lehet, hogy nekünk fekszik is az ő játékuk, mert nem azt a nagyon futós kosárlabdát játsszák. Ők eléggé ilyen felállt védelem ellen szeretnek játszani, és ezek a csapatok ellen mi általában jó meccseket szoktunk játszani. Most a Martin itt van, most akkor még lehet, hogy futni is fogunk, sokkal gyorsabbak leszünk, és remélem, hogy meg tudjuk tréfálni őket. Várod már? Várom a bemutatkozást, és én is a játékukat nem láttam a Budafoknak, de így a játékos állományból ítélve én is így gondoltam, hogy ők inkább ilyen lassítják a játékot, nem az a rohanós csapat, mi pedig pont akkor tényleg ezzel meglephetjük őket, esetleg egy jó védekezéssel, abból sok könnyű kosarat szerezve. Hazai pályán, akkor esetleg a közönséget is tűzbe hozzuk. Muszáj lesz nyerni. Azt gondolom, hogy sok bajai sportbarát örömét és ovációját tolmácsolhatom hazatéréseddel kapcsolatban. Köszönöm. Eredményes pályafutást a Bácska mezében majd. Köszönöm szépen. Mi pedig maradjunk továbbra is a jó híreknél, hiszen újabb országos bajnoki címet szerzett a bajai úszósport egyik képviselője, Kalmár Ákosról van szó, aki a rövid pályás OB-n remekelt. Jöjjenek a részletek! Kalmár Ákos számára igen sűrű volt az idei év, a nyáron egymást érték az edzőtáborok és a nagy nemzetközi versenyek. Ezeken Ákos vegyesen szerepelt, hol jobban, hol egy kicsit a várakozások alatt sikerültek a megmérettetések. A mostani országos bajnokságon 1500 gyorson lehettek vérmes reményei a bajai sportolónak, aki ezeket valóra is váltotta és megnyerte a számot. Az aranyérem mellett Ákos a 400 gyors döntőjében az 5. helyen ért célba. 400 gyorson szerettem volna kicsit jobb időeredményt elérni a döntőben. A délelőtti úszás az rendben volt, azt hittem majd még többet tudok javítani, de nem sikerült, egy 5. helyre volt elég. A 1005 gyorson pedig azért bennem volt, hogy talán meg lehet, és végül sikerült is, egy jó hajrát indítottam 1100 után, és ott hagytam Rasovszky Kristófot. Magamra voltam bízva, és én így döntöttem, szerencsére bevált. Szakemberek, a versenytársak mit szóltak a sikerhez? Ők is gratuláltak. Ugye nem volt ott a két nagy esélyes, a Gyurta Gege és Bernek Péter, szóval így kicsit könnyebb dolgom volt nyerni, de attól még ez egy első hely. Ákos egy taktikus döntőt követően lett aranyérmes. Pass Ferencnek legutóbb 6 évvel ezelőtt Gregus Brigitta személyében volt rövid pályás országos bajnoka, így érthető módon a tréner most nagyon örült az újabb bajnoki címnek. Nagy öröm volt ez a bajnoki cím, ugye főleg a nyár vége ugye nem úgy sikerült lelkileg, ahogy azt terveztük, az eredménybe se, de hát ezen túl vagyunk, lapoztunk egyet, és előre nézünk, és hát készültünk a magyar bajnokságra, illetve hát készülünk majd a decemberi rövidpályás Európa bajnokságra. Ennek egy fontos állomása volt ez a felmérő, és hát Ákos jó voltából igen jól sikerült, ugye 1500-on első lett, 400-on ötödik, remek egyéni csúcsokkal, úgyhogy abszolút elégedett vagyok. Az a helyezés mellett 1500-on a futam is rendben volt, és az idő? Hát az előfutamban ott látszott, hogy mindenki tartalékol. Ákos második idővel jutott be a döntőbe, de hát azt tudjuk, hogy ez igazából nem jelent semmit, mert ugye hát a döntő a lényeg. Nem tudtuk, hogy ki mennyire fogta vissza magát. Ákos sem úszta ki magát teljesen, éppen annyit úszott, amennyi szükséges volt ahhoz, hogy a döntőbe kvalifikálja magát. Most, hogy második idővel ez éppen a véletlenem múlott,
Itt a döntőre koncentráltunk alapvetően, ugye itt a Rasovszky Kristóf tűnt a legkeményebb ellenfélnek, ővel gyakorlatilag fej-fej mellett mentek 1000 méterig, és aztán Ákos egy ügyes taktikai húzással, amit már persze előre felépített, hogy egy hosszú hajrával tudja Kristófot megelőzni, mert azért Kristóf gyorsabb nála, akár a rövidebb távokon is, de sikerült neki egy hosszú hajrával meglepni, és így meg tudta nyerni a 1500-at. Az országos bajnokságon még 2 bajai fiatal ugrott medencébe, Réfi András és Kovács Botond a mezőnynél lényegesen fiatalabbként az előfutamok során úszott remek egyéni csúcsokat. Réfi Andris és Kovács Botond, ugye ők még igen fiatalok, egyik serdülő, a másik még gyermek korosztályú, de hát az idejék alapján kvalifikálták magukat az országos bajnokságra, és hát elvittem őket, hogy szokják ők is ezt a közeget. Hát ők délelőtt jutottak szerephez, de nekik a feladat pontosan ez volt, hogy próbáljanak egyéni csúcsot úszni, jó időket úszni, ezt 100%-osan teljesítették. A bajaiak most egy 2 napos Hódmezővásárhelyi viadalra készülnek. A Naturtex kupára megyünk Hódmezővásárhelyre. Hát itt gyakorlatilag edzés verseny lesz az én csapatom számára, de jönnek kisebbek is, tehát az utánpótlás csapatból is jönnek szép számmal. Van, aki 1 napra, van, aki 2 napra. Hát itt igazából az őszi munkának egyik felmérő állomása lesz. Sok számba fognak úszni a gyerekek, tehát nagy csodákat nem várok, úgyhogy igazából az eddigi munkát akarom felmérni, illetve éppen az, hogy ki mibe tud majd nyerni, az majd ott eldől. A hónap végén pedig a hagyományos halászlékupa lesz a Petőfi-szigeti sportuszodában, melynek előkészületei már gőzerővel zajlanak. Éppen 2 rohanás között adom most ezt a riportot. Az előkészületek javába folynak, a nevezés beindult. Az előzetes bejelentkezések alapján igen szép számú mezőny jön össze, emiatt kicsit aggódok is, hogy nem fogunk elférni, de hát majd valahogy bekorlátozzuk a létszámot, hogyha látom, hogy túl zsúfoltak lennénk. Sajnos a bajai úszadát már a versenyre is kinőttük, nem csak a város népe nőtte ki ezt az úszadát, úgyhogy várunk ide szép számmal Ausztriából, Szerbiából külföldi csapatokat, és hát a hazai korosztályos élmezőny is képviselteti magát, illetve hát felnőtt úszók is lesznek szép számmal. Még a hétvégén is van Hódmezőn egy versenyünk, utána jövő héten Baján, és majd a rövidpályás Európa-bajnokságra megyünk, ami Kopenhágában lesz december 13 és 17 között, az a fő versenyünk. Az EB megfelelő előkészítése volt a mostani országos bajnokság? Igen, szerintem teljesen jó. Ugyan ezt a 2 számot fogom úszni, 400 gyors és 1500-at, szeretnék majd javítani az időimben. Feladat tehát bőven lesz a következő hetekben. Bízunk benne, hogy az úszóink jó formája is megmarad az évvégi versenyekre. A hétvégén Baján rendezték meg az immáron 16. alkalommal életre hívott Kapkodd a lábad elnevezésű sporttalálkozót. Az eseményen értelmileg akadályozott általános iskolás gyermekek mérték össze a tudásukat. A versenyen 7 város csapata indult, köztük a házigazda bajaiaké. Hol ügyességre, hol pedig gyorsaságra volt szüksége a gyerekeknek a feladatok végrehajtásánál, de nem egyszer mosolyt is csalt az arcokra egy-egy erőpróba. Az idén 7 város nevezett be az országos versenyre, ahol a középsúlyos értelmileg akadályozott diákok versengtek egymással. Baja első alkalommal volt házigazda. Igazából ez Egerhez kötődött évtizedeken keresztül. Most kaptott Baja is egy lehetőséget, hogy a tanulásban akadályozottak után az értelmi akadályozottaknak is szervezzen egy országos verseny. 7 csapat vesz részt a versenyen, több mint 10 fővel érkeztek a csapatok, és bízunk benne, hogy a bajai csapat is helyt fog állni ezen a versenyen. Az, hogy a bajai intézmény rendezte ezt a versenyt, az tényleg nem ritka dolog. Sűrűn rendezünk különböző megyei atlétikai versenyeken, terem kézilabda versenyeket, valamint pedig a kosárlabda felé is már kacsingatunk, hogy új sportágokat is bevonjunk a fogyatékos sportba.
Úgy tűnik, hogy itt a fiatalok vannak inkább érintve, mely korosztályok vannak a csapatokban? Igen. Ez általános iskolás korosztály versenye. Ugye itt előnyben vannak azok, akik kicsit korábban érődnek, ugye korábban érő gyerekek. A megkésett fejlődés viszont elég észre eltérő, és nagyon széles palettán mozog. De ezek a tanulók, ezek mindenféleképpen megérdemlik, mert ezek az iskolák legjobbjai, akiket elhozták a felkészítő tanárok, és úgy gondolom, hogy ez viszont egy országos megmérettetés számukra, minden pedagógusnak egy jó visszajelzés, hogy jó úton halad a fejlesztésben, és mert a tanulóknak a fejlesztés nélkül viszont nem fognak tudni eljutni a munkavilágába. A feladatsort már hetekkel ezelőtt megkapták az intézmények, így a gyerekeknek lehetőségük volt begyakorolni a különböző számokat. Ez látszott is, hiszen gyorsan és ügyesen mozogtak a kijelölt pályán a diákok. Ez a játékos sportverseny kiváló alkalom arra, hogy a gyerekek megismerjék egymást. Ez egy játék, nem a klasszikus értelemben vett egymással versezünk. Persze megvan itt is a tétje, mert győztesek lesznek, de ez egy több célú esemény, tehát szeretnénk, hogyha megismernék egymást a srácok, jól éreznék magukat, és a későbbiek folyamán majd szegregálódnak egy picit más versenyek kapcsán. Tehát ki atlétikázni fog, ki azt tanítani szezni. 16. alkalommal rendezik meg ezt a versenyt. Hogyan jött a lehetőség, hogy Baján találkozhassunk? Baja egy befogadó város. Tehát nagyon sok eseményünk van Baján. Itt mind a speciális szakiskolában, az egymibe, mind pedig Baja várossal nagyon jó kapcsolatunk. És azt gondoltuk, hogy egy ilyen esemény még nem volt Baján. Ezzel is megpróbálkoznak a helyiek, hogy tudják ezt összerakni, hogy tudják megfelelően a körülményeket biztosítani, és mind ahogy látjuk, kiváló körülmények között tudjuk ezt a versenyt megrendezni. A megnyitón Csubák Nébesesek Andrea alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, aki szerint ennek a napnak az egyik legfontosabb üzenete az összefogás és a csapatmunka ereje lehet. Minden sportesemény is fontos, és minden olyan, ami a fogyatékkal élőket is megmozgatja. Szerintem egy újabb olyan esemény, ami azt mutatja, hogy nincs különbség fogyatékkal élők és a nem fogyatékkal élők között. Mindenkinek fontos az, hogy csapatba legyen, hogy szurkoljon, hogy részt vegyen közös eseményeken. A sport összehozza az embereket, ez szerintem a hátunk mögött látható, hallható is. Együtt egymásért játszanak, mert csapatról van szó, és ez fontos, hogy most Baja ad otthont a országos rendezvénynek. Kapkodd a lábad, én úgy látom, hogy kapkodják is a lábukat rendesen a fiatalok. Én ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki ennek a szervezésében részt vett, és aki eljött, és itt van, és szurkol a fiataloknak. 7 városból, községből jöttek az ország különböző területéről fiatalok, közel 70-en vannak itt. Én örülök annak, hogy Baját választották helyszínen. Egy dolog minden csapatra igaz volt, mégpedig, hogy eredménytől függetlenül, nagy lelkesedéssel és akarattal végezték a gyerekek a feladatokat. A dobogós helyek vonzása mellett pedig az összekovácsolódás szempontjából is fontos volt ez a nap. Nagy tisztelettel megköszöntem a meghívót, és azért is jöttem el erre a mai rendezvényre, mert a mi tankerületi központunk területén lévő iskolák is részt szoktak venni ezen a versenyen. És hát kíváncsi voltam erre a versenyre, mert még nem voltam. Talán ékes bizonyítéka lehet a mai nap annak is, hogy a fogyatékkal élők, illetve az egészséggel élők együtt is tudnak nagyon jól dolgozni. Így van, hát az a cél, hogy be tudjanak illeszkedni, és hogy a nem fogyatékos gyerekek is lássák azt, hogy a fogyatékkal élők is meg tudnak bármit csinálni. És hogyha ehhez azt veszük, hogy a sportot párosították hozzá, akkor az egy külön öröm lehet. Így van. Hát a sport meg nagyon-nagyon fontos a gyerekeknek, a mozgás, hogy jól érezzék magukat, és ez az egészségükhöz is nagyon-nagyon fontos. A versenyre eljött Vereckei Zsolt, háromszoros paralimpiai bajnok úszónk is. Zsolt számára kettő csapat is kedves volt, hiszen a bajaiak mellett szülővárosa, Nyírbátor legjobbjai is jelen voltak. Örülök a meghívásnak, nagyon jól érzem magam, és látom a fiatalokat, hogy milyen lelkesen, nagy akaraterővel dolgoznak itt a versenyen, és jól látni, nagyon örülök neki. Általában egy-egy ilyen versenyen a bajai csapatnak szurkolsz, most azt gondolom, hogy egy város is van, akiért szorít a szívet, ha jól tudom, Nyírbátorból származott. Igen, itt van a nyírbátori csapat is, meg hát Baja is, úgyhogy mind a kettőnek szurkolok, úgyhogy remélem, hogy jól végeznek majd itt a
a végén. Zsolt végül eredményesen szurkolt, hiszen a Nyírbátor az előkelő harmadik helyen zárta a versenyt. A második helyen az egriek végeztek, míg ezen a napon a tornanádaskai fiatalok bizonyultak a legjobbnak. A szervezők több egyéni külön díjat is átadtak, így például a legfiatalabb, a legvidámabb és a legvakmerőbb gyermek is ajándékot kapott. A lelátót zárjuk egyfajta programajánlóval, hiszen a hétvégén ismét Fight Night lesz Baján. Mezőfi András és csapata már hetek óta dolgozik az idei Fight Night-on. Most a következő percekben megtudhatják, hogy mit sikerült összehozni szombatra. Vendégünk Mezőfi András, köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Valóban hetek óta tart már a munka, ha jól tudom. És tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Valóban hetek óta az előzetes munkákat végezzük. Ugye ez egy hatalmas nagy szervezést igényel, és hát a legnehezebb része ugye nem az, hogy maga a rendezvényt összehozzuk, hanem az, hogy a megfelelő mérkőzéseket megtaláljuk, illetve hát az ország minden területére ugye jönnek a harcosok, és hát ez már egy 6-8 hetes előkészülettel folyik ez a munkálat. Na, nézzük akkor ezeket a harcosokat és a programot, mennyire sikerült erős listát összeállítanod az idei évre? Én azt látom, hogy az idén 14 mérkőzéssel egy top rekord Fight Night 5-öt tudunk felállítani, hiszen az előző 4 rendezvényünkön 12 vagy 13 mérkőzés volt, tehát megpróbáltunk megcélozni most mindenképpen egy 14 darab mérkőzést. Ami a legfontosabb talán az, hogy a bajai versenyzők összesen 11-en képviselik a egyesületünket, és én azt gondolom, hogy ez magáért beszél. Természetesen meg kell emlékeznünk ugye például a főmérkőzésről, ahol a Magyarország-Szerbia lesz, és ugye ott a Turó János, aki tavaly a Record Fight Night-on megnyerte a profi magyar bajnoki övet, a Független Harcosok Világszövetsége övét, és most ugye egy nemzetközi címmérkőzés van, a kihívója pedig az Almir Salkonovics, akit tavaly láttunk szintén győzedelmeskedni MMA-ba. A Salkonovicsról azt kell tudni, hogy ő most jelen pillanatban Németországban, Ausztriában rengeteget küzd, szinte minden hétvégén, és főleg most K1-be is, és MMA-ba, mert régebben csak MMA-zott, és most nagyon sok K1 mérkőzése volt, és elég jó paszban van, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár a Túró János részére, de én azt gondolom, hogy mindketten nagyon jó felkészültek, és ki fogják szolgálni a közönséget egy jó mérkőzéssel. Ugye ez egy ötmenetes címmérkőzésről beszélünk, nemzetközi címmérkőzésről. Azt ugye megszokhattuk, hogy általában vegyítve vannak a kategóriák, a különböző küzdelmi ágak az idén, hogy néz ez ki? Hát az idén is elég vegyesek vagyunk. Tulajdonképpen a K1-nek két verzióját fogják a harcosok küzdeni. Az egyik az a K1, a normál K1, ahol egy fogás, egy tért van, és van a K1 fight code, ahol 5 másodpercig lehet fogni. Ugye ez egyfajta átmenet a Thai boxhoz. És hát természetesen ott lesznek a Thai box CB kategóriás mérkőzéseink, és ott lesznek a Muay Thai, full Muay Thai könyökös mérkőzések is. És hát ugye Török Dénes Milánról is azért emlékezzünk meg ismét, hát nemrég szereztünk egy 17 éves korcsoportban egy kitűnő eredménnyel egy világbajnoki évet a Független Harcosok Világszövetségénél, és én úgy gondolom, hogy itt is esélyesek vagyunk a győzelemre, természetesen nem bíztuk el magunkat, és minden tanítványomnak azt mondom, például Blázsev Istvánnak, aki szintén K1-be fog küzdeni, hogy fejbe dől el minden, tehát nagyon fontos, hogy át kell gondolni ezeket a mérkőzéseket, mert felmegyünk a ringbe, és azokat a taktikákat, amiket megbeszéltünk, vagy úgy nyilván az első félmenet kiderül, hogy az a taktika az jó-e, amit alkalmazni szeretnénk, hanem akkor gyorsan váltunk egy másik taktikára. De én úgy gondolom, hogy itt azok a harcosok, akik ugye Szerbiából, Budapestről, Pécsről, Halásztelekről, Kővágószőlősről és még másonnan is jönnek, én úgy gondolom, hogy bizonyítani fogják azt, hogy nekik méltó helyük van itt a küzdősport életében. Említetted, 11 bajaiért lehet majd szurkolni, gondolom számukra különleges élmény ismét a hazai közönség előtt ringbe lépni. Felfokozódott a hangulata az edzőteremben? Igen, valóban felfokozódott, nagyon készülünk. Most rendszeresen minden vasárnap is az edzőteremben délután benn vagyunk. Most már 5. hete is sparring edzéseink vannak, amik kimondottan ugye, csak küzdelmek vannak. Váltott ellenfelekkel 10-12 menetet bunyóznak a srácok. Készülünk. Hát a legfantasztikusabb dolog az, hogy a kis Ádámkánk, a Mamusic Ádámkánk, ugye, aki nemrég bizonyította a Muay Thai magyar bajnokságon, az utánpótlás magyar bajnokságon, szintén küzdeni fog egy kővágószőlősi kisfiúval, aki nagyon ügyes,
Én úgy gondolom, hogy ez is a repertoárunknak a része, hogy 9 éves kortól egészen 40 éves korig lesznek a mérkőzések. Meséljünk egy kicsit a programról a nézőknek, mikor érdemes kilátogatni a csarnokba, és nagyjából mikor lesz az utolsó gongszó. Várhatóan 17 óra 30-kor van a kapunyítás, ez egész pontosan 17 óra 30, csak ugye mindig ott a sorbaállás miatt ott van egy kis csúszásunk. Ez 18 óra 30-ig el fog tartani, még a kedves vendégek megérkeznek. Nyilván előtte pedig 14 óra 30-kor van a mérlegelés, ugye sajtótájékoztatóval egybekötve, ugye ahol nagyon köszönjük, hogy a Bajai Televízió szintén fel fogja venni ezt a mérlegelést. Ez egy hivatalos mérlegelés, ugye sajtótájékoztatóval összekötve, és utána 16:30-kor kapunyítás, 17:30-kor kapunyítás, 18 óra 30-kor várhatóan mindenki megérkezik, és 18 óra 45-kor Dancsa Bálint ifjúság és sportért felelős tanácsnak fogja megnyitni a gálát, a versenyt, és én úgy gondolom, hogy olyan 7 óra magasságában elkezdjük a felvezető mérkőzéseket, abból van 7 darab felvezető mérkőzésünk, ezeket ültető mérkőzéseknek hívjuk. Ugye a felső kategóriás, a B kategóriás mérkőzések azok pedig a második blokkban vannak a Denis koncert után, és én azt gondolom, hogy az olyan 8 óra 30, 8 óra 45-től éjfélig fog tartani körülbelül, és hát utána pedig remélem egy jó hangulatban a harcosokat egy vacsorával fogjuk megvendégelni. Hátralévő szűk néhány órához még jó munkát kívánok nektek, aztán pedig egy eredményes gálát majd szombat estére. Nagyon szépen köszönjük! Köszönöm szépen, mi pedig köszönjük a figyelmet a kedves nézőknek, egy hét múlva csütörtökön este ismét találkozhatunk, viszontlátásra!